Gyerekek, én gyerekkoromban kedvenc játékunk volt eljátszani csillagok háborúja figurákkal bármit, és hát a legizgalmasabb a pompom volt, tehát leje a hercegnő fejére ráerőlteti Csubakkát, az egy felemelő dolog volt, de ez a Banderas külső, ez nem annyira hálás. Én rettegek attól, hogy lányom lesz és rám fog hasonlítani. És kérdezik, hogy akkor mit csinálsz? Csúfolom. Hát, milyen szal lesz majd így jó étuszit adni neked? Szia! Úgyhogy ez, de én óvodásként ezt megértem, és azóta is állandóan, tehát amikor tápászkodsz fel a strandról, és négy német kisgyerek oda van, hogy Rex felügyelő, hát akkor azért keleten fogom a kockacukról. Tehát van ez a politikailag korrekt nyelvezet, ahogy, tehát ugye nem mondjuk azt, hogy kövér, hanem azt mondjuk, hogy súlyához képest alacsony, ugye? Mert hogy ez, Amerikában ez frankó, tehát hogy nehogy depereljenek, meg nem mondod azt, hogy hóférgés és a hét törben, hanem a familiárisan aludigmentált lány és a hét vertikálisan kihívásokkal küzdő férfi. Ez így hangzik, ehhez képest az élet mindig így korrektebb, tehát mert nem mondod azt, hogy néger, azt mondod, hogy afroamerikai, ugye? Ehhez képest az élet mindig inkorrektebb. Tehát én például egyszer találkoztam egy fekete fickóval, aki itt Pest-Szentendrén lakik az Ültetvény utcában. Szóval... tényleg, akkor mi értelme volt? És egyszer egy politikailag korrektül volt, nekem így fogalmazta meg ezt a szőrkérdést, hogy nézze Kovács, hogy magának a szőrmennyiségéhez képest a testfölön, de kicsi. És hát tényleg mondhatta volna azt is, hogy a lapok ebből évente 4 nemes csizmát batikolnának, azzal se lázott meg jobban, és hát amint én azt a Fábri Show-ban is elmondtam, amit kilátott, mert ha sokan látok, nem ismétlem el magam, egy-két ember, az a több mint egy-két-négy, jó. Tehát ez egy probléma, én elmentem egyszer kozmetikushoz, hogy mit lehet ezzel csinálni. És itt nem a melkosomra gondolok. Tehát, hogy mondjuk ne nézzenek őrmesternek a strandon, ez a minimum. Tényleg, szóval olyan bolytok, mint egy tábornoknak, és hogy mondta a kozmikus, hogy megmutatta a fizószerét, és végül kiegyeztünk abba, hogy egy újabb hozzámul letépem az arcát. De ő megmutogatta, hogy milyen kínzószerei vannak ott, és mondta, hogy észrevett, hogy van a férfiakban egy érdeklődés a szépségápolás iránt. Mondom, hát azért ne keverjük össze, ez egy technikai jellegű érdeklődés. Tehát a krematórium is érdekel, hogy hogy épül fel, de nem feküdnék be, szóval... És én is ott mutogattam, hogy ez mi az, és mondom, ez micsoda, és mondja, hogy szájtetováló. Nem mondod, van olyan nő, akire bejön, azt mondja, szeretnék ide egy kurva nagy Popeye horgonyt. Mondja, hogy nem, ez a szájkontúr, tudod, ez egy csoki száj. Tehát ez a, mit ettél? Nutellás üvegen. És mondom, és mi van akkor, ha megcsúszik a kezed? A nőnek utána egy életet maszatos szájjal kell élni? Tehát én kezdem, még 70 évesen is mész az utcán, és szólnak, hogy néni kérem, hogy fog. Mit az a csinálnak, hogy igen, Hitler bajuszra vagy? Tehát ez az, amit nem értek, a másik az a szilikon száj. Tehát, hogy miért jó az egy nőnek, hogy a fején is lett segge? Ez számomra kiderített. És ott van a diszkóban, egész jól táncol, egész jól mozog. Jó, valaki most megfordul. Hogy ismerkedsz? Hogy hívnak? Mónika! Hát ez... Meg az arcfelvarrás. Tehát, hogy ez a... Szia! Éva vagyok. Nagyon örülök, csak nem tudom kifejezni. Kicsit szofadon talán, szóval... Meg a melbeavatkozások. Van ez az olcsó megoldás a push-up, ugye? De én múltkor láttam olyan push-upos csajt, annyira push-up jó volt, hogy szerintem szegényre pazsmirigyes. Szóval ez valami...